Medvecki Erika 8-szoros világbajnok. Kezdetén voltam a kajakozásnak, Sydneyben volt az olimpia, és akkor anyukámnak a lelkére kötöttem, ugye akkor azt éjszaka közvetítették, hogy mindenképpen keltsen föl engem, mert azt mindenképpen nagyon látni akarom, és Kammerer Zoliéknak az aranyérme volt. És akkor azt gondoltam, hogy úristen, hogy lehetne ide eljutni. Egész kis koromban mondták, hogy tehetséges kajakos vagyok. A korosztályos versenyeken jól szerepeltem. Még soha nem járt olimpián. Én kisdunai lány vagyok, tehát én ott kezdtem, én ott kajakoztam nagyon-nagyon sok évig, és most itt nagy nehezen átvergődök az újpesti öbölbe, és akkor ott fogok evezni, aztán meg majd vissza. Ez nem olyan egyszerűen, mint ahogy gondoljátok. Jövőre lesz 32 éves. Ha a válogató versenyek jól sikerülnek, és nem sérül meg, ott lehet Tokióban. Aztán felnőttbe is, amikor átléptem, akkor is úgy egész jól alakult a dolog, és aztán meg nem alakult olyan jól. Igazából nem mondhatom azt, hogy föltelmesen rosszul, mert nagyon sok sportoló a két kezét összetenni azokért az eredményekért, amiket én akkor elértem, de valahogy mindig volt bennem hiányérzet, és nagyon-nagyon rossz volt úgy minden év végén lenni, hogy jó, nem tudom, nyertem egy bronzérmet, de amúgy ettől így a legkevésbé sem vagyok sem elégedett, sem boldog, se semmi. Az ember nyer, akkor nem gondolkodik, hogy miért nyert. Nyertem, tök jó vagyok, én vagyok a király, ennyi. Pont a mondat végén, és akkor lehet menni ünnepelni. De hogyha nem nyersz, akkor abból azért vonsz le tanulságokat, meg akkor elkezdesz úgy emésztődni, hogy most ez mégis miért nem, hogy nem, megtettem, nem tettem, ő tette, nem tette, stb. Én azt gondolom, hogy nekem nagyon jót tett az elmúlt 8 év, ami mondjuk 20 éves koromtól tartott addig, hogy tényleg olyan kajakossá tudtam válni, amilyennél mindig szerettem volna. És az a legmegdöbbentőbb, hogy amikor én 2017-ben megnyertem az 501-es válogatót itthon, akkor igazából a parton senki nem volt meglepődve. Én hiszek amúgy az elvégzett munkának az erejében, tehát hogy én azt gondolom, hogy amiben az ember energiát rak, sok energiát rak, és sok figyelmet, és nagyon oda központosítja az energiáit, és a körülötte lévők is segítik ezt még nagyon sok energiával, akkor abból ki kell jönnie valami jó eredménynek. Én azt gondolom, hogy ez a három év, ami mögöttem van, ez is már ezeknek a dolgoknak az eredménye. Tehát, hogy amúgy én szereztem most az elmúlt három évben 6 világbajnoki címet, de nem csak én szereztem ezeket. Tehát, hogy ebbe ugyanúgy benne van anyukámnak a 8 éves korom óta a munkája, apárommal, amióta együtt vagyunk, ő is ezt segíti, az edzőm, a csapattársaim. Tehát, hogy én vagyok az, aki beáll a rajtgépbe, és le kell kajakoznia azt az 500 métert, de egészen addig, hogy én oda eljuthassak, abban az állapotban, abban nagyon-nagyon sok embernek a munkája és a mindennapjai vannak benne. Ne felejts el a feliratkozás gombra kattintani, így nem maradsz le legfrissebb videóinkról. Csatlakozz te is az M4 Sport YouTube csatornájához!